2013. augusztus 1-e, délelőtt 10 óra, indul a Nagyerdő expedíció. Ami tudjuk, hogy honnan indult, de egyáltalán nem tudjuk, hogy hol fog véget érni. Itt vagyunk a hegymegi táblán. Most még ismert helyen, ugye nem csak arra ismeretlenbe érünk. Az időjárási körülmények kedvező, tökéletes időjárás, 26 fok. Minden belőtt. Beértünk a Vendetetőre. Ha pontosan nem tudjuk, hol vagyunk, de valahol még közelünkben van a kőbánya, és előttünk a rengeteg erdő. Fel vagyunk készülve a legjobb szepakra is. Ahol látjuk, mindenfelé erdő, két út, két erdőszék van, választhatunk egy útalagadó. De akar merre vegyünk, mindenképp az erdőbe fogunk beírni. És úgy érzem, hogy nem sokára el fogunk tévedni. Óriós egy gyönyör, amit látunk. Nem igényel kommentálni, a kép maga beszél. Egyelőre fantasztikus csöny. Az illetlen sok. Hosszú idő után újra jelentkezünk, én már akkor látunk, mert tudjuk, hogy hol vagyunk. A tervet 100%-ba teljesítettük. Az volt a küldetés célja, hogy megismerjük az utat a Nagyerdőn keresztül, buszvonalatú Fülekig. Egész Fülekig nem vezet út, de Bógaramig lehet elmenni. Hát ez szinte játszva túl hamar megtaláltuk, tehát a tervet teljesítettük.
akkor ott dönthettünk kétféleképpen, vagy hazamegyünk Fülekre, és befejezzük az expedíciót, de túl hamar voltunk még az időben, tehát akkor új terveket találtunk ki. Elhatalmazott, hogy direkt el fogunk tévedni, és akkor mi megkeressük Korlát felé vezető utat. Általában jó döntéseket hoztunk, hogy merre kanyarodni. Lementünk Bogaromba, estéptük rosszul, mert onnan felekezett jönni ismét a szinte a Bucsony fél magasságai, és a Bucsony túlsó oldalon van, mint itt tartunk a korlal. Megtanultuk az utat GPS segítségével. Egyébként semmilyen jelölt út nem vezet, de megtaláltuk a módját, hogy még vonalban hogy jutunk el, és akkor ilyen ösvényeken csapalosokon sikerült, ide eljutunk. Közben megtanultuk, hogy merre vezet. Háromhatar, Csente, Kurincfelez út, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon elégedettek vagyunk a misszióval. Mert ezek a települések mind a Bucsony lábainál, különféle oldalainál hevernek, és nagy erdő egybeköti őket. Hát most reméljük, hogy le tudunk menni még ezen a meredék felüldalom korlátig, és onnantól kezdve lakott területen is.